Köszöntöm nézőinket, Mozaik című műsorunkat látják. Vigyázz magadra címmel drogprevenciós előadásra kerül sor május 17-én szerdán. Ezzel kapcsolatosan köszöntöm a stúdióban Kovács László, a lezredes urat, a Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadóját. Szép napot kívánok, köszönöm a meghívást. A lezredes úr, mi is lesz ez a Vigyázz magadra című előadás? Mit kell erről tudni, kik lesznek a meghívottak, akik részt vesznek ezen, és esetlegesen milyen programokkal tárják mindezt a közönség elé? Igen. Az előadás az holnapi nap kerül megrendezésre a Gyermekifjúsági Központban, Ady Endre úton. Két változatban gondoltuk a előadás lebonyolítását. Első részében 8 órától 10 óráig döntően a általános iskolások felső tagozatának, ezen belül 7.-8. osztályosokra gondoltunk, ilyen évfolyamokra, majd egy kis szünetet követően 10 óra 30-tól 12.30-ig pedig a középiskolásoknak, elsősorban az alsóbb évfolyami részére szeretnénk ezt a drogprevenciós előadást megtartani, ami egy összetett interaktív előadás, rendkívül látványos, rendkívül színes, sajátos eszközökkel, sajátos helyzetekkel, végig dinamikusan bemutatott előadásról van szó, és talán nem is akárki a előadás, két előadásnak a úgymond prezentációt előadója, Kubisinski György mestertanár úrról van szó, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a mestertanára, ezt megelőzően pedig annó még a rendőrtiszti főiskolának volt mestertanára. Jó magam láttam élőben ezt az előadást, ezért szeretem javasolni és idehozni Sopron városába. Ehhez megfelelő támogatást kaptam Sopron megyei jogváros polgármesteri hivatalától, dr. Simon István alpolgármester úr fővédnöksége mellett, illetve a megyei, illetve a soproni rendőrkapitányságtól, a Sopron rendőrkapitánya Szabó Jenő ezredes úr által, mint védnök jelentkezett ezen előadásra. Hogy kell elképzelni egy ilyen előadást? Mint említette, látott már ilyet, kicsit avassuk be a részletekbe a nézőket. Igen. Ahogy említettem, ez egy sajátos interaktív előadás. A fények és a látványnak a komponálása végig rendkívül nagy aktivitást igényel mind a előadó, mind pedig a résztvevő diákok részéről. Azt gondolom, hogy holt idő nem lesz. Itt képi anyagok, kisfilmek és végigmagyarázattól ellátott információk kerülnek a diákok részére, mégpedig azért, hogy ahogy a cím is adja, vigyázz magadra, ez nagyon sokszor az előadás során el fog hangzani ez a két szó, aminek még van egy hosszabb mottója is, akkor és ott tud, hogy hogyan döntesz helyesen. Erre irányul tulajdonképpen az egész program. Teljesen egy bűnmegelőzési programról van szó, ami kicsit magába ölel egyéb részterületeket is. Szó lesz egyébként környezetvédelemről, hisz az is a fiatalságnak egyik gondja és problémája, hogy nem megfelelően kezelik ezt a kérdést. Szó lesz közúti balesetekről, közlekedési szabályok betartására, az átvezetődik majd ez a téma a hétvégi úgynevezett diszkó balesetek témaköréhez. Azt hiszem, hogy tudjuk és ismerjük, hogy rendkívül sok baleset van az országban, és talán Sopronban is sajnos történtek már olyan esetek, ami halállal végződtek egyes diákok részéről. Ezt mindenféleképpen szeretnénk ilyen tekintetben is ugye megelőzni, megakadályozni. Majd a téma a úgynevezett idézőjelben mondva sláger dologra, drogprevencióra fog, drogmegelőzésre fog ugye összpontosítani. Itt a hallgatók, a diákok megismerkedhetnek egészen a drog terjesztésétől, felhasználásától, szenvedélybetegségé válástól, egészen talán a drogambulanciáig, legrosszabb esetben pedig hát a elképzelhető legrosszabb halálbekövetkezéséig tévő útra.
azt gondolom, hogy az előadó végig olyan sajátos esetenként ki kell mondani, elrettentő képekkel, képanyaggal, kisfilmekkel illusztrálja ezt a probléma egységet, ami mély nyomot fog, én azt gondolom, hagyni a diákságban. A témának azt gondolom, akkor van igazán nagy jelentősége, hogyha a gyerekek ezt az előadásnak a témáját egymás között, aztán osztályfőnöki órákon, tantestületileg, de legfőképp otthon feldolgozzák szüleikkel és hozzátartozóikkal, és akkor fog megvalósulni megítélésünk szerint az a szlogen, amit ugye említettem, hogy akkor és ott tud, hogy helyesen döntesz, vagy sem, mert hogy erről is szó lehet. Nem csak ez az egy előadás foglalkozik a drogprevencióval, hanem a soproni rendőrkapitányság már, mondhatom azt ugye, hogy évek óta mindig megjelenik, visszatér az iskolákba, és az éppen a legérintettebb korosztálynak tartanak előadásokat. Igen. Tehát, hogy a kedves nézők is egy megfelelő képet kapjanak az előadás sorozatról, ez egy előzetesen rendkívül jól véleményem szerint felépített program, ahol a kedves szülők először még a gyermekeik kiskorban megismerkednek ugye a Ovizsaru programmal, aztán általános iskolában a DADA programmal. Sokan megkérdezik, hogy ez a DADA összetett négy betű mit is jelent. Tehát itt tulajdonképpen drohányzásról, alkoholról, drogról és az AIDS-ről van szó, ennek a rövidítése ez a négy nagy betű. És egy ellenszernevezetű programot folytatunk, és ezt kombináljuk még úgynevezett iskolarendőr programmal, és jön a saját területem, ami ugye 2013. szeptemberétől indult, ez az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói program, ezt képviselem én itt alapvetően a városban és vonzás körzetében, döntően ez a program középiskolásoknak szól, de nagyon szívesen, amikor meghívást kapok, akkor általános iskolákban is nagy örömmel megjelenek, és tájékoztatom a diákokat, vagy uram, bocsá, a tantestületet, hogyha olyan témákról van szó. A fő hangsúlyt ezeken az előadásokon értelemszerűen az iskolákban és a tanulóknál, tanulók körében elkövethető szabálysértések vagy bűncselekmények képezik a fő döntő témáját az előadásoknak. Gondolok ilyenre, hogy erőszakos cselekmények, könnyű vagy súlyos testi sértés, garázdaság, lopás, aztán utóbbi időben sajnálatos módon ugye a városban köztudott, hogy volt a kék bánda jelenség, erre adtunk magyarázatot, és hát az utóbbi időszakban nyomozati munka is folyik. Interneten ugye felkerültek olyan szexuális jellegű képanyagok, amik oda nem illenek, és a diákok nem ismerve törvényeket, szabályokat helytelen módon ugye megosztották egymással. Tudni kell, hogy itt súlyos bűncselekménynek a megvalósulása lehet, és erről adunk, ugye, ahogy adtunk már a iskolák vezetőinek, tantestületeinek tájékoztatást, hogy a információkat juttassák el a gyerekek irányába, és hát a helyes útra tereljék a gyerekeket, ami végtelen egyszerű egyébként, hogy bárki, hogyha kap egy ilyen jellegű jelzést, megosztást a telefonjára, egyszerűen kitörli, szüleinek jelzi, és ezzel tulajdonképpen sem szabálysértés, sem bűncselekményt nem követett el. Ezt azért, ezt a kis illusztris gondolatot azért mertem így elmondani, mert sok ilyen gond és probléma jelentkezett utóbbi időben, és talán ezt a fórumot is sikerült most így megragadni, hogy egy nagyon röviden ugye tájékoztatást adjuk e témáról is. Az iskolákban mennyire befogadók a gyerekek az ott látottakra, hallottakra? Tehát van bármilyen visszajelzés arra, hogy bizony komoly munka ez, amit önök végeznek, és van sikere? Igen. Hát a sikerélmény talán abba lehet mérni, hogy a gyerekek egyre többen keresnek bennünket, vagy a diákok. Ugye az a négy év nyomtalanul nem múlik el, amit ezen a területen én is eltöltöttem, elsősorban ugye említettem középiskolákban. A gyerekek, azt kell mondanom, hogy figyelmesek, koncentrálnak az előadásra,
ott vannak, interaktív módon készítem valamennyi előadást, abszolút partnerek, okos kérdéseket tesznek föl, normális viselkedéssel, normális magatartással tisztelik meg hát akkor az előadót, és a visszajelzések, amiket kapok tőlük, és a tisztelt tantestületek tagjaitól azt mondják, hogy igen, ennek a programnak értelme van, szükségszerű kell. Talán még egy gondolatot ehhez szeretnék hozzátenni, hogy indítottunk 2 évvel ezelőtt egy szülők és családok, a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer bűnözés megelőzésében, és hát ezt a programot arra próbáljuk összpontosítani, hogy a szülők is ugye partnerek legyenek és segítsenek, adjanak jelzéseket úgy, hogy ez a bűnmegelőzési szó ez a valóságban is érve jutasson, és egyetlen egy diák tanuló ne jusson el sem szabálysértésig, sem bűncselekményig. Ez a fő cél. A sikerek meg talán abban vannak, hogy a diákok által elkövetett bűncselekmények száma talán csökkenő, hogy most ez mennyiben a mi munkánk és tevékenységünk eredménye, hát ezt a diákság és a kedves szülők, meg hát a város megítélheti, de én azt gondolom, hogy pozitív ez az irány, és folytatni szükségszerű. Rosszat nem teszünk. Ez biztos. A lezredes úr, műsorunk végén még egy rövid összefoglalást kérnék akkor a programról. Kik azok, akik részt vesznek ezen, mely iskolák, és akkor pontosan mikor lesz? Igen. Tehát akkor az időponttal kezdeném. Holnapi nap, március 17-én. Május 17-én. 8 órától 10 óráig a általános iskolák felső tagozatai részére, egy kis szünet, 10 óra 30-tól 12-30-ig a középiskolásoknak, és 500 fő, így az előzetes várakozási létszám, a gyermek-ifjúsági központba kerül lebonyolításra. Én azt gondolom, hogy ekkora diák tömeget megmozgatni azért nem volt egyszerű. Köszönöm a segítséget, akik ebben részt vettek, a polgármesteri hivatalnak, saját rendőri vezetésemnek, illetve hát az adott iskolák, mert minden iskolát érint alapvetően Sopronban, azoknak az igazgatóinak és tantestületeinek. Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztotta velünk, és hát majd természetesen mi is ott leszünk a rendezvényen, és beszámolunk ennek. Köszönöm a lehetőséget én is. Kedves nézőink, tartsanak továbbra is a Sopron Televízióval, viszontlátásra!